Ugye tudjuk, hogy az Antal kormányról joggal mondták azt, hogy a történészek kormánya, ezt néha nem is elismerésként, hanem bírálatként, talán elismerős ez. Úgyhogy, de ez azt jelentette többek között, hogy tisztában voltunk azzal, hát nyilván élén a miniszterelnökkel, aki azért hivatásos történész volt, és a kiegyezés megelőző időszaknak szakembere, Ötvös Józsefnek, a sajtótörténetnek. Tehát tisztában voltunk azzal, hogy a két háború közötti revíziós politikát tulajdonképpen Magyarország második világháborús szerepe tette teljesen tönkre és reménytelenné. A 30-as évek végére megkockáztatom, hogy volt egyfajta egyetértés a nagyhatalmak sorában is, hogy azért hát itt kellene változni valamitnek, és hát az első bécsi döntést több mint hallgatólagosan tudomásul is vette Anglia és Franciaország. Hiba volt, hogy nem vontuk be őket ebbe. Lehet, hogy kicsit rosszabb lett volna, de akkor tartósabb lett volna a döntés. Tehát, és a ugye 47-es második Trianon, második a párizsi békeszerződésben az is kiderült, hogy előtte az Egyesült Államok is, Nagy-Britannia, sőt Franciaország is szerény mértékben a magyar-román határt módosítani javasolta, és Sztálin ezt megvétózta. Na most ugye azt is tudni kell, és ez talán még a mai magyar társadalomban sincs jelen, és sajnos nem is történnek előfeszítések a 100. évfordulón, hogy azért ezt valahogy bevigyük a köztudatba, hogy sajnos az elmúlt Trianon, nem is a Trianon után, hanem az utolsó 60-70 év, szóval a második világháború óta eltelt időszak azt eredményezte, hogy a etnikai alapú revíziónak a elvi lehetősége is gyakorlatilag megszűnt. Mert mi történt? Ugye a magyar többségű, döntően magyar többségű városokban a magyar többség eltűnt, hát Kolozsvár 90% fölötti magyar lakossága ma még a 18%-ot sem éri el, tehát a telepítések, tudatos kolonizálás, iparosítás, spontán urbanizáció, stb., és hát nem utolsóban a felvidéki magyarok kitelepítése, önkéntes menekülés, csak 21-ig kb. 400 ezer magyar menekült az utódállamokból Magyarországra, tehát az 1910-es etnikai adatok radikálisan megváltoztak. Tudomásul kellene vennünk, hogy ha az Úristen elrendelné a népszavazást ezeken az elveszett területeken, hát legfeljebb néhány falu merne Magyarország mellett optálni. A városok talán Dunaszerdahely, de még Komárom sem biztos, pláne hogyha a szlovák életszínvonal magasabb a magyarnál, akkor nem valószínű, hogy az ottani magyarok nagy számban akarnának pláne a mai Magyarországhoz csatlakozni. Szóval ezt sajnos tudomásul kellett venni, és ez az Antal kormánynak azt a előírás tette, vagy annak a tudomásul vételét, hogy revízióról álmodni nem lehet, vagy pontosan álmodni lehet, és a jövőt sem tudja, de a külpolitikánknak az alapvető célja csakis a határon túlra került, még mindig jelentős számú, akkor legalább 2,5 milliót, ha nem többet kitevő magyar lakosság jogainak a biztosítása, és ez nem tűnt reménytelennek a nyugat-európai példák, akár Dél-Tirol, vagy svédországi finnek, stb. Sok-sok pozitív példa alapján. Úgyhogy, és még azzal kell zárulnom, hogy viszont azzal is szembesültünk, és ez talán 90-ben nem voltunk erre felkészülve, hogy Trianonnak az árnya ott van, és ott marad még ma is a magyar politika fölött. Az a félelem, hogy egyrészt itten egy új Balkán lehet, tehát a rendszerváltozás mindenki megtapsolta, de utána jöttek ezek a second thoughts, hogy na de hát akkor most eddig a Szovjetunió féken tartotta ezt a társaságot, akik addig mennyit civakodtak egymással, háborús területi konfliktusok, és hát a délszláv válság ezt nagyon felerősítette. Tehát nekünk az ellen, a vád ellen kellett hangszolnunk, hogy mi azért revizionisták vagyunk, és ha rajtunk múlik, akkor lángba borítjuk Közép-Európát.